Az Unió és a Magyar Állam által 100%-ban támogatott program első elemeként közös gondolkodásra, konferenciára hívták a szociális képzésekben és vidékfejlesztésben érintett szakértőket, vállalkozókat, önkormányzatokat. A termelői iskoláról elhangzott, a helyi önkormányzat több mint 133 millió forintot nyert az új Széchenyi terv keretében. A támogatásból lehetőség nyílik 40 fő térségben élő, hátrányos helyzetű munkanélküli, zöldség-gyümölcs termesztő és feldolgozó képzésére. Örvendetes, hogy két hét múlva elkezdődhet végre az igazi munka, ami azt jelenti, természetesen eddig is dolgoztunk, de most a célcsoportok, akikért az egész pályázat létrejött és az egész programot folytatjuk, ők beülnek az iskolapadba két hét múlva. Ez egy jelképes tanévnyitó is a mai alkalom, és elkezdődnek azok a sorsok tréning, illetve utána pedig három akkreditált és OK-s képzés. Az oktatásokat tartó vállalkozás vezetője elmondta, 30% elméletet és 70% gyakorlatot fognak tanulni a résztvevők. A képzések a faluház oktatótermeiben, később az önkormányzat telkein kialakítandó bemutató kertekben, valamint a jelenleg használaton kívüli iskola épületben zajlanak majd. Ebben a projektben egy meghatározott célcsoporttag vehet részt 18-tól 55 éves korig, jellemzően inaktív, illetve munkanélküli célcsoporttagok vehetnek részt, akik nyilvánvalóan vállalják a képzésben való teljes körű megjelenést, részvételt, illetve a sikeres vizsga teljesítését. A projekt keretében egyrészt kompetenciálapú felzárkóztató képzések valósulnak meg, illetve mezőgazdasági agrár témakörhöz kapcsolódó programokra jutált és OK is képzések tudnak megvalósulni. Ezen képzések segítségével egy olyan komplex fejlesztés valósul meg, amellyel az élet számos területén hely tudnak állni a célcsoporttagok, és a kisháztályi kertműveléstől kezdődően a nagyüzemi gyümölcs és zöldségfeldolgozás keretein belül egy szerteágazó és komplex tudással fognak rendelkezni. Az önkormányzat a projekttől a helyi munkanélküliség csökkenését, valamint az életminőség javulását reméli. A tervek szerint a program végeztével 6 főt tovább foglalkoztatnak majd a helyben már működő szociális szövetkezet keretein belül.